Szeretnék előre is elnézést kérni, hogyha sokat nézek lefelé, de az van, hogy a kamera az így random leáll, és muszáj néha odafigyelnem, hogy megye még a felvétel, mert nem akarom azt, hogy beszélek 10 percen keresztül, aztán kiderül, hogy a kamera 8 perce már nem vesz semmit, úgyhogy előre is elnézést kérek, hogyha sokat lefelé tekingetek. Sziasztok! Ebben a videóban egy olyan dologról, egy olyan jelenségről lesz szó, ami sajnos elég sok édesanyát érint manapság, többek között valamelyest engem is. A magányos anyákról lesz szó, és én magányos anyák alatt nem az egyedülálló édesanyákat értem, hanem azokat az anyukákat, akiknek van férje, párja, társa, mindegy, hogy nevezzük, de a hétköznapokban mégis úgymond egyedül vannak, és magukra maradtak. Nincs senki, akivel megoszthatnák a problémáikat, akivel beszélgethetnek, akivel eljárhatnak babás, vagy akár bármilyen egyéb programra. És most mondhatnátok, hogy tehát ott van a férje, a társa, akivel egy csomó mindent meg lehet, és meg is kell beszélni. És valóban nagyon jó az, hogyha a pároddal meg tudod osztani minden problémádat, és a társad egyben a legjobb barátod is. De én azt gondolom, hogy a legtöbb nőnek szüksége van egy vagy akár több igaz barátra is. Az ilyen anyukás témájú beszélgetős videókban gyakran felhozom a Facebookos anyukás csoportokat, és ez most is így fog történni, ugyanis nem egyszer láttam már ilyen anyukás csoportokban olyan posztot, amiben valaki barátnőt keres. És az a durva, hogy az ilyen posztokhoz egy csomó más anyuka szokott kommentelni, hogy ő is barátnőt keres, és megírja, hogy hol lakik, hány éves gyerekei vannak, merre felé szokott mozogni, és akár több száz ilyen komment is érkezhet egy barátnőkeresős poszt alá. És egyrészt ez tök jó, hogy a közösségi oldalaknak köszönhetően akár ma már új barátokra is tehetünk szert, ugyanakkor én valahogy mindig nem tudom, annyira szomorú vagyok, mikor egy ilyen posztot olvasok. De nézzük először az okokat, hogy miért is magányosabb manapság az édesanyák. Ugye évtizedekkel, sőt évszázadokkal ezelőtt az volt, sőt vidéken még manapság is az van, hogy egy nagy családi házban több generáció él együtt, vagy pedig, ha nem is egy házban, de egymástól nem messze egy faluban élnek a családok, és hogyha egy édesanyának segítségre, vagy akár csak társaságra van szüksége, akkor a családja ott van tőle nem messze. Sajnos ez ma már azért nem mindenhol van így, ugye sok esetben a gyerekek kirepülnek, elköltöznek másik városba, a szülők több száz kilométerre laknak tőlük, viszonylag ritkán találkoznak, és ez már egy fontos tényezője az édesanyák elmagányosodásának. Aztán a másik oka az az, hogy ugye az édesanyának a férje vagy a párja általában rengeteget dolgozik, tehát reggel elmegy, este ér haza, jobb esetben még hazaér a gyerekek fürdetésére, de nagyon sok esetben akkor ér csak haza, amikor a gyerekek már alszanak, és gyakorlatilag szinte csak hétvégente vesz részt úgymond aktívan a család életében. Arról nem is beszélve, hogy rengeteg olyan családról tudok, ahol az apuka külföldön dolgozik, és hetekig, hónapokig nem jön haza, amikor hazajön, akkor is csak néhány napra. És ami talán a leginkább jellemző, és amivel én magam is rendszeresen szembesülök, és amiről ez a videó is szólni fog nagyrészt, az az, hogy ha egy nő édesanyja lesz, és gyermeke születik, akkor a barátok egy idő után szép lassan, úgymond, elkopnak vagy eltűnnek mellőle. Ez természetesen nem minden esetben van így. Én most arról szeretnék beszámolni, amit én tapasztalok, meg amit én látok. Szerencsére vannak olyanok, akiknél ez nem így történik, de ez egy eléggé jellemző probléma, és ezzel kapcsolatban is gyakran olvasok posztot ilyen anyukás csoportokban. Amikor kitaláltam, hogy szeretnék erről témáról egy videót csinálni, akkor Instastoryban csináltam egy szavazást, és feltettem 4 kérdést azoknak az anyukáknak, akik követnek engem. Az egyik az volt, hogy hogyan változtak a baráti kapcsolataitok, miután megszülettek a gyerekek, és 79% szavazott arra, hogy megváltoztak a baráti kapcsolatai.
A következő kérdés az volt, hogy ha az előző kérdésre az volt a válaszod, hogy megváltoztak, akkor pozitív vagy negatív irányban változtak a baráti kapcsolataid, és 83% voksolt arra, hogy negatív irányban változtak a baráti kapcsolatai a gyerekek születése után. A következő kérdés az volt, hogy megvannak-e még azok a barátaid, akik a szülés előtt voltak a barátaid, és itt 52%-ban a nem válasz győzött, sajnos. És az utolsó kérdésem pedig az volt, hogy lettek-e új barátaid, amióta anyuka vagy, és szerencsére itt 66%-ban az igen válasz győzött, ennek azért nagyon-nagyon örültem. De amint láthatjátok, ez tényleg egy valós probléma, és nyilván ez csak az én kis nézői vagy olvasói bázisomnak a válasza, de azért a probléma úgymond ennél jóval nagyobb és jóval több édesanyát érint. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi lehet az oka annak, hogy olyan sok barátság egészen egyszerűen megkopik vagy megszűnik amiatt, hogy egy nőből édesanya lesz. Több dolog is állhat a háttérben. Vannak olyan esetek, amikor például a távolság miatt lazul meg úgymond egy baráti kapcsolat, hiszen nagyon sokszor, hogyha egy pár gyereket vállal, akkor elköltözik mondjuk egy családi házas övezetbe, vagy elköltöznek vidékre, és a barátai pedig a városban maradnak, vagy egyáltalán így tehát messze kerülnek egymástól, és emiatt nehezebben tudnak összehozni találkozókat. Szóval a távolság is egy fontos tényező a baráti kapcsolatoknak a megromlásában. Még úgy is, hogy ma már azért nyilván lehet interneten meg virtuálisan is tartani a kapcsolatot, de azért ez teljesen más, mikor ott ül veled szemben teljes valójában a barátod, és tudsz vele beszélni mindenről, és látod a reakcióit. Szóval azért ez nem ugyanaz, mint amikor valakivel Facebookon csetelgetsz. A másik dolog, ami miatt sok esetben megromlanak ezek a baráti kapcsolatok, az az, hogy más életszakaszban vannak a felek. Ugye az egyik félnek éppen most született gyereke, tehát családot alapított, a másik félnek nincsen gyereke, lehet, hogy még párkapcsolata sincsen, vagy nála most éppen a karrierépítés áll fókuszban, és emiatt nem feltétlenül közösek a témák, amiről szeretnek, vagy amiről akarnak beszélgetni. Aztán fontos tényező lehet még az időbeosztás is, ugyanis teljesen más napi rendje van úgymond egy édesanyának, akinek van egy gyereke, máskor ér rá, mint mondjuk az a nő, aki dolgozik reggel 9-től este 6-ig, amikor az egyik ráér, akkor a másiknak már fürdetnie meg fektetnie kell a gyereket. Szóval ezeket mind nagyon nehéz összehangolni, de persze nem lehetetlen. Én mégis azt gondolom, hogy a legtöbb esetben ezeknek a kapcsolatoknak a megromlásában a nem megfelelő kommunikáció áll. Ugyanis nagyon sokaktól hallom azt, hogy hát nem is szól a barátnőjének, hogy ráér-e, mert biztos úgy se ér rá. Meg aztán van, aki azt hiszi, hogy a barátnője, akinek most született gyereke, úgy se tud semmi másról beszélni, csak a gyerekéről. Nála meg mondjuk ez még abszolút nem téma, ő inkább a karrierére koncentrál, és arról tud beszélni, az viszont biztos nem érdekli a barátnőjét. Szóval így elmennek így kommunikációban egymás mellett, sokszor tényleg csak így elképzeli, hogy a másik mit rágál majd arra, amit mond, de meg sem kérdezi valójában, holott mennyivel jobb lenne, ha egyáltalán feltenné neki a kérdést, hogy figyelj, ráér szólnak. Igen, benne van a pakliban, hogy nem fog ráérni, de legalább megkérdezted, legalább volt egy kommunikáció, és mennyire jól tud az esni a másiknak, hogyha egyáltalán gondolsz rá és megkérdezed tőle. És ugye sok esetben az van, hogy az előbb felsorolt tényezők miatt, miután megszületett a baba, eleinte online azért tartják a barátok a kapcsolatot, de aztán úgy szép lassan elkezdenek ritkulni az üzenetek, és esetleg aztán teljesen meg is szűnnek ezek az üzenetváltások. Azt is hallottam többektől, mindkét oldalról, tehát mint friss anyuka és mint az ő barátnője oldaláról, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy az egyik fél az ugye rendszeresen keresi a másikat, hogy szeretne találkozni vele, szeretne beszélgetni vele, de a másiktól folyamatosan visszautasítást kap, és emiatt a kezdeményező fél egy idő után már nem kezdeményez és nem keresi a másikat, mert egyszerűen belefárad a folyamatos visszautasításba, és így nem látja értelmét, hogy egyáltalán keresse a másikat. Egy barátsághoz két ember kell, mindkét félnek dolgoznia kell a barátságon, mindkét félnek áldozatokat kell hoznia,
Tehát az, hogy az egyik akar valamit, az kevés egy barátság fenntartásához. Szóval ott tartunk, hogy adott egy anyuka, akinek van egy x hetes vagy hónapos gyermeke, és hát eltűntek a régi barátai, felvetődhet a kérdés, hogy akkor miért nem keres újakat. És nyilvánvalóan ez a logikus válasz erre a kérdésre, de azért azt tegyük hozzá, hogy nagyon sokan így felnőtt fejjel már nehezen tudnak új kapcsolatokat, új barátságokat létrehozni. Vannak, akik máshogy működnek és gond nélkül találnak akár 20-30 évesen is új barátokat, de nem mindenkinek megy ez egyszerűen. Talán lehet, hogy ez most így hihetetlenül hangzik, de egy olyan társaságban, ahol nem ismerek senkit, nagyon nehezen nyílok meg, nagyon nehezen kezdeményezek, és emiatt számomra is tök nehéz, hogy új kapcsolatokat alakítsak ki, új barátokat keressek. Ha valaki viszont nyitott arra, hogy új barátokat szerezzen, akkor azért szerencsére elég sok lehetősége van erre. Ahogyan említettem már, akár ilyen Facebookos anyukás csoportokban is simán lehet új barátokat találni, és egyébként rengeteg ilyenre láttam már példát, és ez tök jó, hogy akár csak egy ilyen kommentelgetésből, vagy babás cuccok adásvételéből is kialakulhatnak új barátságok. Nagyon szeretem egyébként, hogy manapság már így az online virtuális térben erre is van lehetőség. Aztán akár az is lehet, hogy valamilyen babás-mamás programon ismerkedsz meg egy számodra szimpatikus anyukával, mint tudom én, babaúszáson, babamasszázson, vagy babatornán, egy csomó ilyen babamama program van, tényleg csak választanod kell, hogy melyikre szeretnétek eljárni, és simán lehet, hogy ott találsz egy olyan anyukát, aki szimpatikus számodra, aki hasonló gondolkodású, és akivel ki tudsz alakítani egy jó kapcsolatot. Aztán vannak különböző workshopok anyukák számára, amik azért tök jó, mert hasonló érdeklődési körű anyukák gyűlnek össze egy helyen, ott is simán rátalálhatsz egy olyan anyukára, aki szimpatikus neked. És hát muszáj megemlítenem természetesen a játszóteret is, bár számomra ez a játszótéren való ismerkedés egy ilyen abszolút lehetetlen vállalkozásnak tűnik, mert mindig rohanok a gyerekeim után, tehát én, hogyha játszótéren vagyok a gyerekekkel, akkor rájuk figyelek, mert hát tényleg életveszélyes mutatványokra képesek, és én így nem nagyon tudok leállni hosszabb csevegésekre anyukákkal. Persze kialakulnak ilyen kis rövid small talkok, de azért olyan nagyon mély beszélgetésekben nem tudok belemenni a játszótéren, de van, akinek egyébként ez is sikerül. Így a végére lezárásként, jó tanácsként csak annyit szeretnék mondani, hogy ha igazán fontos számotokra valakinek a barátsága, a vele való kapcsolat, akkor ne hagyjátok, hogy egy új élethelyzet elrontsa ezt a kapcsolatot. Igen, dolgozni kell érte, tenni kell érte, mindkét félnek, mert ahogy mondtam, a barátság az nem egy egyszemélyes dolog, de én azt gondolom, hogy megéri, és kell is ezen dolgozni. Nyilván, amikor megszületik egy baba, akkor az első hetekben az újdonsült apukának meg anyukának rengeteg új dologba kell beletanulnia, rengeteg új helyzetet kell megszoknia, tehát ezekben a hetekben nem feltétlenül az az első gondolatuk, hogy hova menjenek moziba a barátnőjükkel. Vagyis legyetek türelmesek az első hetekben az újdonsült anyukával, de én azt gondolom, hogy már ez alatt az időszak alatt is nagyon jól tud esni egy üzenet, vagy egy telefonhívás, mert akkor tudja az anyuka, hogy nem tűntél el, ha csak így a háttérben meghúzódva is, de ott vagy és gondolsz rá. De ez ugyanúgy visszafele is igaz, tehát hogyha most született babád, akkor azért ne feledkezz el a barátaidról, és ugyanúgy, ahogy neked jól esik, hogyha rád ír a barátnőd, hogy mi újság, hogy vagy, hogy viseled az első heteket, ugyanúgy neki is jól tud esni, hogy bár most született egy babád, azért még gondolsz rá is. Szóval ezek ilyen nagyon-nagyon apró kis dolgok, de szerintem nagyon fontosak egy barátság és egy jó kapcsolat fenntartásában. Nagyon fontos a kommunikáció, hogy kommunikáljatok egymással, és legyetek türelmesek a másikkal mindkét irányban. Azt hiszem, ezeket szerettem volna elmondani a témával kapcsolatban. Nagyon örülnék neki, hogyha kommentben megírnátok, hogyha ezzel kapcsolatban van bármilyen személyes tapasztalatotok, akármelyik oldalról. Szerintem annak, aki hasonló helyzetben van, nagyon jó olvasni ezeket a kommenteket, hogyha látja, hogy
másnak is hasonló problémái vannak, vagy hogyha van bármilyen tippetek ezzel kapcsolatban, hogy tényleg hogyan lehet fenntartani és ápolni egy barátságot, akár a távolság, vagy akárhány gyerek mellett is. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nagyon örülnék neki, hogyha nyomnátok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjátok meg a kis csengő gombot is, mert mostanában kicsit ilyen random töltögetem fel a videókat, de nagyon köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!